Fatty gave me a, what I didn't know at the time, a difficult and olyan nehéz szöveget kaptam, amit nagyon nehéz tulajdonképpen magyaráztam. Ez az elemér demokrációról alkotott gondolatai. Ezt azt hiszem, nagyon sok szor néha beszéltünk a politikáról vele, de vagy nem emlékszem rá, vagy nem mentünk bele elég mélyen, nem elemeztük elég régen, de nem sokat beszéltünk, ha jól emlékszem róla. Talán néhányszor. Tehát először is azért vállaltam el a felkérést, hogy a vidéki könyvtáramat bővítsem, illetve ott megnéztem az indexben, és sehol nem volt, de a demokráciáról egy szó sem. Utána meg a választás szót kerestem meg, politikai párt, szintén semmi, hatalom. Még megint csak nem találtam róla semmi referenciát. És aztán gyorsan üzentem Ferinek, és mondtam, hogy azt küldjél már valamit, és aztán tényleg az egyik asszisztensétől kaptam valamit, de még abba sem volt sok minden. Tehát ezért gondoltam, hogy akkor jó, fejest ugrok abba, ami egyáltalán kéznél van, és megtaláltam, rábukkantam brilliáns módon. Megtaláltam a 183. oldalán az egyik könyvében, amit pedig ez a Fear and Anxiety nevű könyvének a 183. oldalán, és egy dialektikai megközelítést találtam tőle. Azon az oldalon megkülönböztet a racionalistának két formáját, és azt mondja, hogy mind a kettő még mindig a racionalitásba tartozik. És ez zseniális. Az egyik, a prométeuszi, ami tulajdonképpen az a racionalitás, amire mi gondolunk, ha meghalljuk ezt a szót, tehát amikor valamilyen anyagi előnyre épülő racionalitás. A másik racionalitást az apollói racionalistnak nevezi, ennek az alapja pedig az érzelmek, az szimbólumok, az értékek, nem pedig az anyagi dolgok, a tárgyak. És ebből az következik a demokrácia szempontjából, amit én még nem is igazából demokráciának, hanem úgymond létező demokráciának nevezek, ami talán a legközelebb áll a demokráciához, amennyire csak lehet. De tulajdonképpen ennek nagyon egyértelmű a következménye. Egy olyan stabil, életképes, legitim, tényleg létező demokrácia, tehát akár liberális, reprezentatív, alkotmányos, kapitalista, bármilyen. Tehát ezeknek mind a két racionalitással meg kell küzdeniük. Tehát nem lehet csak egy a materiális oldalt, vagy a szimbolikus, spirituális oldalt nézni, és ezzel megküzdeni. És ez a probléma lényege. Tehát hozzászoktunk ahhoz, és különösen mi, tudósok, hogy van egy olyan kivételes a 30 év, amire a franciáknak van egy kifejezésük, tehát a második világháború utáni 30 év, ami egy ilyen nagyon érdekes, különleges időszak. Tehát például, amikor azt mondjuk, hogy megérkeztünk a liberális demokráciához, és kész, nincs több politika probléma, mert ez a liberális demokrácia a tulajdonképpen a végső legitim forma, kész, megérkeztünk, és végül is megérkeztünk egy történelmi időszak végére, de elfelejtettek nekünk szólni, hogy a következő időszak sokkal nehezebb lesz, mint a liberális demokrácia, mint annak a korábbi liberális demokráciának a győzedelmeskedése. És ez egy új krízis. Ez az, amit most megtapasztalunk, egy nagyon egyértelmű megnyilvánulása a válságnak, a krízisnek. És elemér amikor beszélgettem vele, nem is tűnt fel, de olvasva a műveit, most már látom, hogy igencsak optimistán
állt ehhez. Tehát nyilván ő úgy sokan szintén, de ő is úgy vélte, hogy maga a válság az egy lehetőség. Ezt mindenki tudja, igen, hogy a kínai írásjelben a krízis és a lehetőségnek ugyanaz a jele, tehát ezt ismeri sok mindenki, de vannak olyan munkái, amiben ki is mondja, hogy igen, tényleg itt a válság, de ez a lehetőség arra, hogy valami jobbat tegyünk. Azonban itt kezdődik a gond, mert elemér számára az elemzősi egység, az tulajdonképpen nem a politikai rezsim, hanem maga civilizáció. Tehát én egy olyan disziplinából jövök, ahol azt tanították, hogy nem bízunk ebben a szóban, nem használjuk ezt a szót, ez csendben ki se lehet mondani. Tehát a civilizáció számomra az soha nem egy elemzési egység volt, vagy kategória volt. Tehát például ezek az egymással összeütköző civilizációk, erről nem, ez megint csak egy ilyen önbeteljesülő jóslat. Tehát ez a megkülönböztetés a kétfajta racionalitás között, ez mindenképpen azt mutatja, hogy egyre kevésbé vagyunk prométeusziak, és egyre inkább apollóiak vagyunk, tehát az apollói oldala a politikai hatalomnak. Tehát az, hogy az értékek, a szimbólumok, az identitás, vagy ennek az azonosságnak az értéke egyre nő, egyre fontosabb azért, mert ez már évek óta látjuk, hogy ez a szokatlanul csendes, úgymond stabil demokrácia, főleg itt most Nyugat-Európára gondolok, ebben szinte elfelejtettünk, hogy a racionálisnak létezik a másik oldala, és van ez a szükségesség, amit a demokrácia meg fog szülni előbb-utóbb, tehát egy olyan életképes létezés, egy olyan beteljesülés úgymond, hogy elég van az anyagiakból, a tárgyi javakból, és az értékek fontosabbak. Amikor felkészültem, és én Albert Hausmannnak nem tudom ki ismeri, egy elég szolgai módon követtem őt, Passions and Interests, szenvedélyek és érdeklődés az egyik híres könyve, és én is nagyban hatott ez rám a korai munkásságomban is. Tehát ez a könyv általában azt mutatja, hogy az önérdek keresése, az, hogy én vagyok a legfontosabb, a domináns téma tulajdonképpen, ez mindenképpen begyűrűzik, és ez úgymond a történelem végét fogja jelentni, mert egyszerűen az ember csak saját maga érdekeit fogja követni, és kész. És Albert itt azt is kiemeli, hogy azért szenvedélyek is léteznek, és most is látjuk azt, hogy egy olyan új szenvedélyes intenzitás jelenik meg, ami újabb problémákat dob a felszínre, amit nem lehet csak az anyagi világ, vagy az anyagi tárgyak, vagy áruk forgalmazásával úgymond kielégíteni. Itt van Donald Trump például. Itt nyilván itt most azt hiszem az irracionalitás aggodalma is megvan, mert azért az ő elég bizarr politikus, tehát többiek lehet, hogy teljesen racionális emberek, viszont különböző módon reagálnak a másik oldaltól érkező igényekre, és itt van az a dialektika, ami a Prometheus és az apollói oldal között áll fent. Soroltam még itt jó pár ötletet fönt. Egy percen van még? Jól van. Oké, tehát történelmi visszatekintésben úgy lehet ezt feloldani, ezt a konfliktust, a politikai pártokkal. Tehát ott megtartják nyilván a politikai érdekeket is, és nyilván ott van az a híres, tehát jobbtól bal, vagy baltól jobb vezető vonal, ami meghúzódik, de hát valamilyen identitást is adnak, programokat adnak. A politikai pártok
azért nem tűnhetnek el, mert az emberek gondolkodásában ott kell, hogy legyen, de szükség van rá például a választások során is. Van egy példám erre. Azt hiszem, hogy a görögökön kívül az olaszoknál a legerősebb a nyugat-európai társadalmakban a politikai pártokkal való azonosulás. Tehát 85%-ok tudta például, hogy a szüleik melyik pártot támogatták. Nem biztos, hogy ők is azt követték, de tudták. Tehát maga erről szó volt a családon belül, tudta, hogy az édesapja vagy az anyja az most kommunista vagy egyéb nézeteket vallott. És nálunk, vagy most 25, kevesebb, mint 25%. Tehát a történelmileg ez az örökség, amit a politikai hovatartozás vagy pártokhoz való tartozás ismert volt, most már ez nem. Nincs ilyen jellegű emlékezetünk. Itt aztán egyrészt feltetjük azt a kérdést, hogy a politikai pártokat újra lehet-e éleszteni. Van egy olyan reformrendszer, amellyel újra értelmet nyerhetnek ezek a politikai pártok, illetve a másik, hogy helyettesíthetők-e ezek. Ki lehetett próbálnunk valami más reprezentációt. És nyilván számos dolgot hallunk itt most a technológiai változásokról, tehát akár még lehet valamilyen elektronikus kommunikációs eszköz, amivel akár jelölni lehet párt nélkül is képviselőket. Hát ezzel az üzenettel hagyom itt a pódiumot, de azt hiszem, hogy ez egy csodálatos dolog volt, mert ez a különbségtétel, amire nekünk is figyelnünk kell, pontosan azért, hogy ezt a hatalmas nyugat-európai krízisre tudjunk választ adni.